El van túlozva az Magyarországon, hogy milyen állapotok uralkodnak Nyugat-Európában energiahordozó készletezés szempontjából, vagy úgy általában vegyük a német, az osztrák hétköznapok szempontjából? De egyáltalán nem tartom túlzónak, hogyha megnézzük azért az állapotokat, akkor azt látjuk, hogy egy óriási kapkodás van mind a két országban, és nem csak ugye ebben a két országban, hanem számos más országban. De hogyha már konkrétan azt elkezdtük Németországra és Ausztriára kérdezett rá, akkor azért látszik, hogy egyfajta, és nem tudok, már sajnos lehet egy kicsit ízléstelen, ez egy hideg zuhanyként éri őket. Ez a mostani energiaválság, azért mondom hideg zuhanyként, mert ugye ilyen típusú megoldásokat is próbálnak javasolni a lakosságnak, hogy hideg vízzel zuhanyozzanak, hogy ne fogyasszanak annyi energiát. Nincsenek felkészülve, és hát ugye, ahogy utaltam rá, körülbelül ilyen 50-60%-os egyébként a tárolóknak a feltöltöttségi szintje Németországban és Ausztriában. És ugye azzal, hogy látják azt, hogy nem is biztos, hogy fel fogják tudni tölteni az összes tárolójukat. Illetve azzal, hogy látják, hogy további problémák vannak kialakulóban, gazdasági és egyébként politikai szinteken is, hát egyre inkább kezdenek megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy nem is lesz elegendő gáz, és hát ugye ilyenkor most alternatív megoldásokhoz nyúlnak, ami a nagyon érdekes egyébként mind a két ország esetében, hogy egyrésztről nagyobb kapacitásra kapcsolják az olajnak a használatát, ami egyébként megint egy érdekes lépés, de ami még érdekesebb talán, hogy kinyitják az eddig bezárt kőszén erőműveket, és egyébként újraélesztik a kőszénnek a bányászatát. Az Ausztriában is így van, és azért különösen pikáns Ausztriával kapcsolatban. Ausztria időközben megtámadta az Európai Bizottságnak azt a javaslatát, hogy a nukleáris energia és a földgáznak a használatát bizonyos szempontból zöld energiaként tudják elismerni, tehát tulajdonképpen más országoknak, mint hogyha akadályozni akarnák az energiaellátását, egy kicsit furcsa az osztrákoknak az álláspontja. Ugye valóban nálunk az a kérdés, hogy lesz-e energia, ahogy Mentzer Tamás államtitkár néhány napja ezt megfogalmazta. Nyugat-Európa könnyebb helyzetben van beszerzési szempontból, ezt gondolnánk. A németeknél viszont akkor mégiscsak az a kérdés, hogy mennyiért lesz energia? Ugye furcsa a helyzet méghozzá azért, mert valóban több lehetősége van bizonyos nyugati országoknak, akár egyébként Németországnak is az energiához való hozzájutásnak, mint Magyarországnak, de mégis jelen helyzetben azt mondhatjuk, hogy Magyarország jobban áll energiabiztonság szempontjában, mint Németország vagy Ausztria. Sokkal nagyobb félelem egyébként Németországban vagy Ausztriában, hogy itt komoly problémák fognak kialakulni, belátható időn belül, és ellátási problémák fognak kialakulni. Ugye megint egy másik kérdés, és nem tudjuk elkerülni azt, hogy az Európai Unió különböző intézményei hogyan viszonyulnak ehhez az egész vitához. Tehát látjuk, hogy az Európai Bizottságnak van egy érdekes javaslata, amivel mondjuk úgy, hogy nem igazán készítették elő a tagállamokkal való konzultációk ezt a javaslatot. Ugye Ursula von der Leyen állt elő, hogy fel kell ugye tölteni egyrészt ugye a tárolókat, és hát nyilván ugye szeretnék 15%-kal csökkenteni a fogyasztást. Meg volt még egy másik javaslat korábban, ami egyébként nem von der Leyentől, hanem Manfred Weber-től szabadult el, mint oly sok minden más. Ez pedig ugye az, hogy tulajdonképpen az Európai Bizottságnak kellene diszponálnia az összes tagállamnak a gázkészlete fölött, és úgy kellene elosztani a tagállamok között. De ugye ez aztán már végképp egyfajta, nem tudok más mondani, energiakommunizmusnak az irányába vinni el az Európai Uniót. Az Európai Uniónak az alapító atyái azt gondolom, hogy ezt hallanák, és élnének, akkor borzongálnának az ötlettől, és vernék az asztalt, hogy ők nem erre találták ki az Európai Uniót. Itt a beszerzésnél még egyetlen gondolatot hadd fűzek ide, már hogy egy kérdést még hadd tegyek itt föl. Ha igaz, hogy az amerikai érdek mondjuk kitapintható a mostani helyzetben, mármint az orosz energiahordozókról való európai leszakadás ösztönzésében, akkor azért Amerikának az is érdeke, hogy ne hagyja, hogy az 500 millió európai polgár rájöjjön, hogy nem megy orosz gáz nélkül. Vagyis Amerikának szállítania kell addig is, amíg nem lesznek bekötve újabb partnerek, gondolhatunk itt a közel-keletre utazgató uniós, különösen egyébként német politikusokra. Tehát végső soron azért a németek majd úgy fognak tudni belemenni a télbe, hogy valamilyen módon lesz elég energiahordozó az országukban? Logikus, amit mond, a kettő együtt sajnos nem megy, hogy egyrészt azonnal és teljes mértékben leszakadunk az orosz, és leszakítanak bennünket az orosz gázról, és közben pedig energia is lesz. Szerintem Németországban most éppen egyik legfontosabb kérdés az, hogy ezek az úgynevezett LNG terminálok, ugye a cseh folyósított gázterminálok,
konkrétan nem állnak készen, tehát hogy nincsenek olyan szinten, sem kapacitásban, sem pedig hát fizikai készültségben, hogy teljes mértékben pótolni lehessen ezekkel az orosz gáznak a kimaradását. Úgyhogy valamilyen szinten mondhatjuk, hogy orosz gázra mindenképpen ezen a téren biztosan szükség lesz, és egyébként visszaemlékszünk talán arra a hírverésre is, hogy az északi állam az egyenlőre leállt a gázszállítás, hogy ezt tudni kell azt, hogy ez azért állt le egyébként egy 10 napra, mert karbantartási munkálatokat végeztek ezen a hálózaton. És utána viszont ugye a németek elmondták, hogy hát biztos nem fog újraindulni, az oroszok újraindították a gáznak a szállítását. Nem akkora kapacitás van, de még az oroszok azzal érvelnek, hogy hosszú idő még ezt teljes kapacitást tudják növelni. Nyilván ezt ugye technológiai ismeret szempontjából minden Budapestről nem fogjuk tudni eldönteni és megmondani, hogy akkor pontosan mi a helyzet ezzel. Viszont az egy másik kérdés, hogy a csendben azért bíznak a németek is, meg az osztrákok is abban, hogy fog érkezni valamennyi mennyiségű gáz, hiszen ugye azért nem tudják teljes mértékben kiváltani még az említett kőszén megoldásokkal se, de például Ausztriában voltak olyan megoldási javaslatok is már, hogy akkor úgy kell ezt az egész kérdést kezelni, hogy az iparnak egy részét már beindult egy törvény, most egy törvényhozási folyamat annak érdekében, az ipari szereplők egy részét felszólítsák el, hogy készüljenek fel az olajra való átállásra, a különböző energia használatnál. Úgyhogy nagyon, inkább egyfajta kapkodás látszik egyébként ebben a helyzetben és ebben a kérdésben, és akkor visszautal még egyszer arra, hogy mennyire az amerikaiaknak az álláspontja alakulhat ki ebből. Ugye, hogyha így folytatódnak a trendek, és így megyünk tovább, akkor azért az jól körül határolható, hogy nem fogják tudni az amerikaiak, sem egyébként mások. Erre a térre biztosan nem. Teljes mértékben az orosz szállításokat kiváltani és fedezni. És ugye ebből viszont tényleg az lehet, hogy az emberek egész egyszerűen átállnak, és azt mondják, hogy nekik más most a fontossági sorrend. Azért mondom, hogy más most a fontossági sorrend, az Euróbarométer talán egy hónappal ezelőtti felmérése még azt hozta, hogy a háború versus gázszállítás meg energiaára kérdésében az európai emberek többsége, főleg a nyugat-európaiak azon az állásponton vannak, hogy hát, hogyha többet kell fizetni, de inkább a háború kérdésében kell nagyon határozottan fellépni az Európai Uniónak. Érdekes lenne majd látni ezt a kérdőívet esetleg az őszi vagy téli hónapokban. Néhány héttel ezelőtti a nyilatkozat, azt hiszem Franz Timmermans részéről, aki Németországba felkeléseket vizionált, ugye egy holland ember beszélt a németek várható őszi lelkiállapotáról, viszont a napokban, hát majd kijavít, hogyha rosszul láttam, de mintha Annalena Baerbock német külügyminiszter is mondott volna valami hasonlót, hogyha nem lesz energiahordozó Németországban, akkor felkelésektől kell tartani, vagy lázongástól kell tartani, nem tudom pontosan melyik szót használta Németországban, nem tudom, a német lélek az ilyen? A Franciaország esetében még azt mondanám, hogy csak-csak a németek, hogy mondjam, megengedőbben vagy kezelhetőbben belesimulnak ebbe a helyzetbe majd ősszel? Nem tartom egy reális szenáriónak ezt. Nincs benne a német néplélekben ez a típusú lépés egyébként, meg egyébként a német társadalomban sem látszik ekkora nyomás és ekkora forrongás ebben a szituációban. Én sokkal inkább azt gondolom, hogy ez egy olyan szintű kommunikáció, amit látunk egyébként a energiahiánynak a megelőzésében, és olyan javaslatokat tesznek, olyan megszólalásokat tesznek, ami relatíve szélsőséges. Ugye például, hogy amit mondtam az elején, és utaltam beszélgetésünk elején, hogy akkor hideg vízzel kell zuhanyozni, cseréljék le a zuhanyfejeket, akkor ne fűtsenek annyira, ne használják annyira a klímát, stb. Hát nyilván ezek olyan lépések, amik nem tudják azt a energia különbözetet fedezni, ami hát ugye láthatóan kezd kialakulni, és hogy kezd egy nagyon komoly probléma körvonalazódni. Én azt gondolom, hogy ezek sokkal inkább kommunikációs kérdések, és ugye az, hogy ne felejtsük el, hogy a német kormány az 3 darab pártból áll össze, a 3 párt azért nagyon könnyen össze tud veszni, az látszik egyébként az infolak mögül, még ide Magyarország is leszivárognak ezek az információk, nem hogy német sajtóban is még jobban láthatók ezek a problémák és ezek a problémakörök. Tehát, hogyha ebből indulunk ki, akkor azt gondolom, hogy ez egy megelőző kommunikáció, annak érdekében, hogy felkészítsék a politikai instabilitás, a politikai vitákra a német társadalmat. Nem látható egyébként az, hogy itt most komoly lázongások lennének. Bízunk is benne, hogy ilyenre nem kerül sor. Mondjuk, hogyha 9-szer drágább a gáz Németországban, 9-szer drágább lesz a gáz Németországban, mint Magyarországon, ehhez 9-szer magasabb fizetés is társul?
Hát ugye fizetéseknek a növekedésről ugye nem nagyon tudunk beszámolni. Különböző megoldásokat próbálnak meg tenni annak érdekében, hogy csökkentsék a nyomást azokon, akik kisebb keresetűek, ugye Ausztriában is egyfajta rezsicsökkentés, vagy inkább rezsitámogatást vezetnek be az elmúlt, nem is Ausztriában, hanem Bécsben az elmúlt időszakban, és hát ugye próbálják valamilyen módon azokat kompenzálni, akik ugye kisebb fogyasztók, de hátrányosabb helyzetben vannak, és hát nyilván ne kelljen nekik teljes mértékben a teljes kapacitást kifizetni, tehát minden országban ez egy óriási kihívás, nagyon különböző egyébként a lakóházaknak és a magánszemélyeknek a technológiai háttere, értem ezt ugye egyébként, hogy a házaknak a szigetelése, az, hogy mennyi energiát használ, milyen eszközökkel van felszerelve, akár egy hűtőszekrény egyébként döntő szempont lehet az a áramnak a felhasználásában, de egyébként nyilván a fűtés szempontjából is ezer kérdés van, ami meghatározó egy házzal kapcsolatban. És nyilván ugye azok, akik rosszabb anyagi körülmények között élnek, nehezebben tudtak az elmúlt években is, vagy nem tudtak olyan beruházásokat, olyan irányú beruházásokat tenni, amelyek segítenék a gáztól, illetve való függetlenségnek, vagy a gáznak a használatának a mennyiségét, meg a villanynak a használatának a mennyiségét. Úgyhogy továbbra is, ez nem csak Magyarországon egy kérdés ez, hanem más országokban, és azt gondolom, hogy Magyarország bizonyos szempontból meg még sokkal előrébb is halad, méghozzá az, hogy a rezsicsökkentésről már korábban is nagy viták folytak, nagy gondolkodás folyt, tehát most lett igazán izgalmas az a kérdés, és most lett igazán nagy jelentőség a rezsicsökkentésnek. A német lakosságról akkor ennyi még így a beszélgetésünk vége felé, a német iparra egy kérdést engedje meg, hogy áldozzak. Hallottam a napokban egy elemzést, ami egy olyan szempontot vetett föl, amire én személy szerint nem gondoltam, lehet, hogy ez másoknak azért inkább ott volt a gondolkodásának a homlokterében. Ez pedig az, hogy ősszel azért az a Németország, amely a gazdaságát az iparra építi, sokkal inkább meg fogja érezni az energiahordozók hiányát, mint mondjuk az a skandináv régió, amely a gazdaságát szinte teljes egészében a szolgáltatóiparra építi. Tehát, hogy lehet ugyanaz a kommunikáció Nyugat-Európában, a nagy nyugatiak között, mondjuk a háború tekintetében, meg az energiahordozók tekintetében, meg a szétosztást üdvözölheti mindenki, de azért a végén ott van a sornak, hogy az egyik országban a német autógyár az, amelyik érintettje lesz, a másik országban pedig nemzetgazdasági szempontból nem lesz ilyen szintű érintettje annak, hogy adott esetben nem lesz gáz. És néhány nappal ezelőtti a hír, mely szerint a melyik is londoni S&P Global gazdaságkutató adatai azt mutatják, hogy júliusban váratlanul csökkenésnek indult a német gazdaság teljesítménye, így fogalmaznak a híradások. Hát erre a váratlanulra akarnék rákérdezni, hogy ez biztos, hogy váratlan csökkenés? Kezdem az utomból, mert egyszerűbb a válasz nem. Ezt egyébként előre jelezték többen már évnek az elején, vagy a korábbi hónapokban is, hogy a német gazdaság teljesítménye az nem feltétlenül abba az irányba halad, amelyre egyébként eddig számítottak, most megszokták, vagy megszokhatták egy értelmi pozitív irány. Viszont a másik eszmefuttatásra annyit hagy jegyezzek meg, abszolút nem, hogy is mondjam, kenyerem, vagy kritizálni ezt az eszmefuttatást, ennek az elemzőnek a gondolatait, de azért, hogyha belegondolunk abba, hogy azért az iparnak, és a német iparnak mekkora hatása van az európai gazdaságra, akkor azt mondhatjuk, hogy ugye szoktak beszélni, hogy ezek a különböző szektorok, az iparnak a különböző szektorok, a gazdaságnak a különböző szektor, ez a pénzben egymásra épülnek. És ugye a szolgáltatás az ugyanígy magasabb szintű, a szolgáltatás szektor magasabb szintű szektor, viszont nagyon sok szempontból táplálkozik gazdaságilag mindenképpen egyébként. Egyrészt ugye a termelés, a másrészt ugye az iparra. És hát, hogyha nem lehet azt mondani, hogy a szolgáltatások önmagukban az ipar nélkül teljes mértékben működni tudnak, hiszen hogyha kialakul egy válság az iparban, egyébként Németországban, de nem csak Németországot érinteni, más országokat is egyértelműen érinteni, akkor nagyon sokan elveszítik a munkájukat, vagy nagyon sokan kevesebbet keresnek, vagy komoly problémák alakulnak ki a gazdaságban bevétel szempontjából. Nem olyan fontosak már a szolgáltatások, visszafogják a szolgáltatásoknak a használatát, egy jó részét a szolgáltatásoknak a használatát, és akkor ugye abban hamar meglátszik, hogy bizony ez lehet, hogy nem azonnal, de egy következő lépésben a szolgáltatási szektort is érinti, szóval azt gondolom, hogy naivitás azt gondolni, hogy bizonyos országok gazdasági, mondjuk úgy szítszották, hogy sokszor mondani, hogy gazdasági fejlettsége, a gazdasági szektoroknak a fejlettsége miatt ki tudnak ebből az egész helyzetből maradni, nem tud senki sem kimaradni sajnos ebben a helyzetből, különbségek biztosan lesznek, hogy kit mennyire érint
érintett ez a válság, de még mindig azt kell mondani, és abban kell bízni, hogy még a tél előtt, még az ősz előtt megoldás születik a problémára, és ugye a megoldás az egyértelműen az lenne, hogy a háború véget érjen. Egyetlen dolog, a beszélgetésünk elején ön is említette ezt a európai központi ötletet, hogy a gáz felhasználás 15%-kal csökkentsék. Nem is tudom, hogy fogalmazott, hogy látszik a kommunikációból, hogy nem volt ez azért átbeszélve a tagállamokkal, mielőtt ezt az Európai Bizottság bedobta a közbeszéd szintjére. Látszik is, hogy 7-8, talán most már 8 tagország is tiltakozik, vagy hivatalosan is fölemeli a hangját, szavát ez ellen, az ötlet ellen. Meghátrálhat arcvesztés nélkül az Európai Bizottság ebben a kérdésben? De szóval nem is értettem egyébként, hogy a bizottság a semmiből állt elő ezzel a javaslattal, mert ilyen nagyon nagy a kockázat lenne. Nyilván ez jól hangzik, meg úgy tűnik, mint hogyha az Európai Bizottság is Ursula von der Leyen is tenne valamit az ügynek az érdekében. De hát ugye ezeket a javaslatokat először végig szokták tárgyalni különböző szinteken, és hát különösen a tagállamokkal kellene ezt végigegyeztetni. És ha a tagállamok rámondják az áment, akkor utána érdemes ilyen bejelentéseket tenni. Nyilván egyébként a javaslat az valamilyen szinten logikus vagy érthető, csak nem lettek kidolgozva a részlet, hogy az egész egy elkapkodott folyamatnak az eredménye, és hát ugye innen látszik az, hogy nem örvend elfogadásnak a tagállamoknak a részéről. Hát azért, ha megnézzük, akkor a tagállamok mindenki egymástól függetlenül gondolkodik azon, hogy hogyan tudja a saját jövőit, a saját energiabiztonságát szavatolni és garantálni. Ugye például érdekes egyébként Németországnak és Ausztriának, hogyha már innen indultunk a beszélgetés elején, akkor a végére is térjünk rájuk vissza. De az álláspontja, ők ugye azon dolgoznak jelen helyzetben most, hogy hogyan tudnak egymást segíteni ebben a nehéz energiaellátási helyzetben, és elkötelezték magukat amellett, hogy kisegítik egymást, ugye nagyon sok szempontból össze vannak kapcsolódva az energiaellátásban, de ők sem arról beszélnek, hogy ilyen európai megoldásokra van szükség, hanem kisebb szövetségek kezdenek kialakulni, meg ugye különböző tagállamok megtehetik azt, hogy saját maguk igyekeznek a saját biztonságukat szavatolni.